Többek között a katasztrófavédelem, a honvédelmi és a belügyminisztérium szakembereinek előadását hallhatták Heves megye polgármesterei a védelmi igazgatási felkészítőképzésen. Azt gondolom, hogy a szakemberekkel való együttműködés, a pontos időben való tájékoztatás az a legfontosabb. Mire lehet készülni, mire kell készülni, és ezeket hál' Istennek az utóbbi időben a kiskörét érintve a jégár volt a legveszélyesebb dolog, de időben észlelve és az időt kihasználva a szakemberek segítségével ezeket sikerült nem nekünk megoldani, hanem nekik megoldani. A program célja az volt, hogy a települések polgármesterei a helyi védelmi bizottság elnökeként megismerjék azokat az eljárásokat, amelyek segítségével egy-egy kialakult vészhelyzet, mint például egy villámárvíz, hatékonyan kezelhető. Azon túl, hogy a védelmi igazgatáshoz kapcsolódó speciális ismereteket kaphatnak a polgármesterek a téma illetékeseitől a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium szervezésében, gyakorlatilag azok az ismeretek, amik a rendvédelemhez, honvédelemhez, katasztrófavédelemhez, a idegenrendészethez kapcsolódnak, beleértve a gyülekezési jogot is, polgármesterek olyan ismeretek birtokába kerülnek, amit a személyes képességeikkel, helyi tapasztalataikkal kiegészítve, gyakorlatilag, ha ne adj Isten, ilyen feladatokat kell majd ellátniuk, az segíteni fogja a feladat ellátásban őket. A polgármesterek védelmi igazgatási felkészítését kormányhatározat írja elő, amelyet az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is megrendeznek majd.